Jó estét kívánunk, köszöntöm a stúdióban Kmecik Gábor urat, Nagy Tarcsa polgármester jelöltjét, független jelöltet, ugye jól mondom? Így van, igen. Jó estét kívánok én is. Nagyon sokan ismerik Önt Nagy Tarcsán, majd visszatérünk arra is, hogy miért, valószínűleg Ön is el fogja mondani, ha nem, akkor segítek. De hát gondolom vannak olyanok is, akik nem ismerik kellőképpen. Mit tart magáról fontosnak elmondani, hogy bemutatkozzon? Hát talán a legfontosabb, hogy mi már 14 éve élünk Nagy Tarcsán, ugye mi nem tőzsdökölés Nagy Tarcsaiak vagyunk, betelepültünk ottani szóval élve, de teljesen otthonunknak érezzük a települést. Emiatt van az, hogy 4 éve, amikor felkértek, elfogadtam a képviselőjelöltséget, és ugye én már 4 éve képviselőként is dolgozom Nagy Tarcsán. Talán még amit emellett kell elmondani, hogy nős, 2 gyermek apja vagyok, mérnök közgazdász, és ebben a dióhéjban elmondtam mindent, ami lényeges. Igen, hát akkor ugye kapaszkodjunk meg abban a félmondatban, hogy 4 éve képviselő, még ebben a pillanatban is, hiszen a 2010-es választásokon került be. Ez a 4 év gondolom elég volt arra, hogy áttekintse a település fejlődését, negatív vonásait, pozitívumait. Mit tart pozitívnak, mit negatívnak Nagy Tarcsában? Én azt gondolom, hogy ugye polgármester aspiránsként, ugye ilyenkor az ember arról beszél, hogy miben akar mást, hogyan. Ugyanakkor képviselő vagyok, tehát nyilván az elmúlt 4 év történéseiben tevékenyen vettem magam is részt, vagy legalábbis a döntésekben, azok meghozatalában. Nehéz úgy kritikát, vagy úgy összegzést mondani, hogy alátámasztom azt, hogy miért szeretnék képviselő, illetve polgármester lenni. Képviselő is. Is, igen. Illetve ugyanakkor mégiscsak azt a 4 évet, amit végdolgoztunk a testület többi tagjával együtt, nyilván valamilyen módon mégiscsak pozitívan szeretném értékelni. Én azt gondolom, hogy a település sokat fejlődött, bár ez egy meglehetősen gondolom gyakorta elhangzó kifejezés. Talán ami igazán lényeges a falu életében az, hogy korábbi beruházásoknak köszönhetően ugyan, amiket tovább vittünk, ugye az ipari parkjaink révén jelentős adóbevétel növekedéshez jutott a település. A 2 évvel ezelőtti adósságkonszolidáció, ugye a kormány által levezényelt adósságkonszolidáció révén a település megszabadult a korábbi hiteleitől, tehát úgymond tiszta lappal tudta folytatni. Ugye a némi veszteség is érte elvett, illetve meg nem kapott adó visszatérítések formájában. Ezt bőven kompenzálják ezek a saját adóbevételek, tehát Nagy Tarcsának minden esélye megvan, hogy anyagilag is akár részben saját forrásból tudja finanszírozni azokat a fejlesztéseket, amelyek szükségesek. Igen, én értem, hogy nehéz, de azért mégiscsak azt gondolom, hogy ha Ön polgármester szeretne lenni, valószínűleg valamit másképp szeretne csinálni, mint elődje, és akkor hát talán már kanyarodhatunk is a harmadik kérdéshez, hogy ha Ön polgármester lenne, akkor mit csinálna másképp? Igen, én azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb, ami talán hiányzott ebből a 4 évből, 2 ilyen dolog van. Az egyik, mi úgy kezdtük 4 éve, hogy azt mondtuk, hogy közösséget építünk. Közösséget a falusi emberekből, a település lakóiból, a régi nagytarcsaiakból és az új nagytarcsaiakból. És ez a közösségépítés valamiért, közösségformálás valamiért, én úgy érzem, hogy nem sikerült igazán. Vannak rendezvényeink, vannak rendszeresen megtartott rendezvények, mégis a lakókkal, a lakosokkal beszélve azt érzem, hogy nagyon sokan hiányolják azt, hogy nem sikerült összefogást kovácsolni. Ennek vannak fizikai okai, nincsenek olyan nincs egy rendezvénytermünk például, ami megfelelően reprezentálható hely lenne Nagy Tarcsán, vagy reprezentatív, talán ez a jó szó inkább. Nincs igazából könyvtárunk, nincs egy olyan hely, ahol össze lehet jönni. Hát könyvtár mondjuk van, mint intézmény, csak helyen nincs. Tehát ez lényegében olyan, mint a képviselőként ezen elég sokat tudunk, ő is a többiekkel. Tehát erre nem volt megoldás, akkor mi a garancia, hogy polgármesterként talál rá? Nézd, garancia
szinte semmire nincs. Nyilván nem, az ember törekszik arra, hogy jobban csinálja, másként csinálja. Nem is a jobb a lényeg, én azt gondolom. Nem szeretnék így a jelenlegi polgármesterrel nem beszélni, mert én azt gondolom, hogy neki egyébként ez a polgármesterség nagyon jól áll. Tehát személyiségében, egyebekben valahol jó helyen van. Talán a szakszerűség az, ami, és ez a másik pont, amit én hiányolok. Nézd, én mérnök vagyok, mérnök közgazdász, villamosmérnök, közgazdász. Nagy projekteken dolgoztam a gazdasági életben. Vezetőként hozzászoktam, hogy jó, nagyobb tőkékkel, pénzeszközökkel kell bánni, mint akár itt a falunk az éves költségvetései. De azt is hozzászoktam, hogy jó, alapos előkészítés nélkül nem teszünk döntéseket. És itt elég gyakran előfordult az, amit nagyon sokszor meg is kifogásoltam időnként más képviselőtársakkal együtt, hogy gyakorlatilag az előterjesztések vagy nagyon későn előkészítetlenül jöttek, nem volt alkalmunk úgy átgondolni pénzügyileg, műszakilag, jogilag bizonyos lépéseket, amiket megtettünk. Vagy ha már megtettük, akkor utólag esetleg olyan módon módosítani ezeket a döntéseket, hogy jobb, minőségileg jobb döntések legyenek. Világos, én az előbb konkrétan akartam rá kérdezni, mert hát nagyjából ugye a TV révén mi is ismerjük Nagy Tarcsa helyzetét, hogy hol lenne a könyvtár, ha ön választana helyszínet? Én azt gondolom, hogy a könyvtárnak egy külön épület kell. Pontosabban nem a könyvtárnak kell az épület, hanem egy olyan kulturális központ. Ez egy, lehet egy művelődési ház, lehet egy művelődési központ. Ugye 4000 fős Nagy Tarcsa, 4000 fő feletti lakosságszámmal Budapest mellett. Én azt gondolom, hogy ez egy, ahhoz, hogy ez egy élhető falu legyen, ahol az emberek nem csak laknak, de élnek is, tehát tudnak különböző tevékenységet folytatni, ahhoz kell egy olyan központ, ahol a kultúrának is helye van. Jelen pillanatban, ha jól belegondolok, van egy múzeumunk, egy kicsit mostoha helyzetben igazából nem a miénk. A tulajdonjogi helyzetét nem sikerült rendezni a 4 év alatt. Ugye jelenleg az MNV kezelésében van, nem is az MNV a tulajdonosa, de más kezelésében van. De a mi múzeumunk, azt mondjuk. A zeneiskolánk egy ilyen megtűrt pozícióban van az iskolában, ugye a folyamatos bővülések miatt, mert a gyereklétszám bővülés miatt mindig összehúzódott. A könyvtár volt, aztán fizikai létében megszűnt, noha mint intézmény létezik, ahogy fogalmazott. Hát a mostani művelési házunk, a társas, amit bérlünk, annak az állapotáról gondolom nem kell külsőbbet mesélni, ezt ismeri mindenki, a nézők is ismerik. Én azt gondolom, hogy ehelyett mindenképpen kell valami más. De nem szeretnék egy dologra koncentrálni. Ez azt gondolom, hogy ez a kulturális, közösségépítő életnek a része. De emellett sok minden mást is lehet csinálni, ami sokaknak jó. Tehát nagyon jó, hogy van egy teniszpályánk. Ez egy eredmény. Ugyanakkor a teniszpályát azért, ha jól belegondolok, a falu lakosságának nagyon elenyésző hányada tudja használni. Kor, habitus, sportosság egyebek miatt. Olyanokra van szükség, olyan dolgokra, amit sokan használnak. Elkezdtük a járdaépítést idei évben, ugye ez is egy 4 éves program volt. Ez jó, de nagyon rövidke szakasz épült meg. Azt sokan használnák. Elkezdtük a legelején épült egy kerékpárút, ugye Füzesliget felé, de több kerékpárút nem épült, holott a környéken rengetegen kerékpároznak, a faluban is. Közvetlen szomszédaim is. És hát a közutakon kell. Nem tudunk átmenni Kistarcsára, sokan járnának be Kistarcsára a Hévhez kerékpárúttal. Ez fel volt dobva a Kistarcsai képviselőtestületnek is. Két alkalommal beszéltünk is róla, hogy lehetne bele valami. Teljesen elhalt ez is például. Egy percünk maradt. Tulajdonképpen, ha össze kéne foglalni, akkor hogy fogalmazna, mit nyerne Nagy Tarcsa, ha önt választaná polgármesternek? Gondolom mindezeket, amit hiányosak is, hogy megoldja. Igen, hát sok minden, nagyon sok minden van. Ugye 4 évet ezzel töltöttem, nagyon sok mindenről tudnék beszélni. Talán én azt gondolom, hogy szakértelmet, szakértői hozzáállást a döntések előkészítésében. A másik pedig, fogalmazunk, hogy egy lakós, tehát nagytarcsai lakós központuság. Arra gondolok, hogy jelenleg a nagytarcsai hivatalnál például egyetlen egy törzsgyökeres nagytarcsai van. Tehát talán másként viszonyul a helyiek dolgaihoz, aki ott is él közöttük. És hát sokan panaszolják, hogy nem olyan az ügyfél kiszolgálás, amit elválnak. Nem tudom, hogy ez mennyiben igaz, panasz sok van. Én azt gondolom, hogy ezen lehetne változtatni. Köszönjük szépen, hogy itt volt. Én köszönöm a lehetőséget.